két menekült sétál el a kerítés mellett. Két hét múlva a túloldalon működik majd az a zóna, ahol addig lehetnek, amíg tovább nem utaznak. Azokat akarja elhelyezni itt a főváros, akik már napok óta például a keleti pályaudvar környékén élnek. Azt mondják 7-800, de akár 1000 ember is elférhet a korábban piacként használt területen, ahol lesz tisztálkodási lehetőség. Faházak vagy konténerek, sátrak lesznek? Hát fedett sátrak lesznek, igen. Valószínűleg oldalt nyitott fedett sátrak lesznek. Az egészségügyi ellátás feltételét biztosító intézmények azok, ha jól tudom, konténerekből lesznek. A főváros 400 millió forintból az év végéig fizeti az átmeneti zóna fenntartását. A területre két napja beköltöztek a Jobbik aktivistái, olyanok, akik a közgyűlés mai ülésen is tiltakoztak a terület kijelölése ellen. Nekik címezték ezt a birtokvédelmi határozatot. A 8. kerület jegyzője utasított, hogy hagyják el a területet, de ennek nem tettek eleget. A párt közleménye szerint délután előállították aktivistáikat. A többi ellenzéki párt a kormány felelősségét firtatta a közgyűlésen a menekült helyzet miatt. Székely Sándor, a szolidaritás képviselője, egy bizottság felállítását javasolta. Íróasztal mögött ülő emberek halmaza lesz, akkor ez egy probléma lesz. Én azt gondolom, hogy ennek nem ennek kell lennie, ennek egy operatív csoportnak kell lennie, amelyik ezt az ügyet felügyeli. A képviselő módosító javaslatát nem fogadták el. Az új zóna felállítását viszont a Jobbikos kivételével minden képviselő támogatta. A legnagyobb mértékben elleneznék egy állandó menekült tábort. A városon azon segítünk, és azzal, ha nem szabadítjuk rá, akkor mérsékelni tudjuk a városra nehezedő nyomást. Ennyi a koncepció, nem egyéb. A döntés szerint az új ideiglenes zóna kialakítását holnap kezdik el. A munkával körülbelül 10-12 nap alatt végeznek. Úgy tudjuk, a nyitást követően a három most meglévő tranzitzóna közül csak a nyugati pályaudvar melletti működik tovább még egy ideig.